Az olasz kormány újabb szigorításokkal próbálja meg féken tartani a koronavírus fertőzést. 16 millió embert érint a legutóbbi intézkedés, amellyel vesztegzár alá helyezték Lombardia tartományt és 15 észak-olaszországi megye székhelyvárosát. A térséget kizárólag engedéllyel lehet elhagyni és oda beutazni is. Aki megszegi a szabályokat, 200 eurós bírságot, valamint 3 hónapig terjedő börtönbüntetést kockáztat. Olaszországban eddig 366 áldozata van a fertőzésnek, és több mint 7000-en betegedtek meg. Rendőrök zárták le az utakat Lombardia egyes települései környékén, az emberek csak engedéllyel utazhatnak. Több helyen még a korábban életbe léptetett vesztegzárak vannak életben. Ezt bővítette most ki az olasz kormány Lombardia tartomány egészére és 15 észak-olaszországi megyeszékhely térségére. Döntésük értelmében kizárólag indokolt munkavégzés vagy egészségügyi okok miatt hagyhatják el lakhelyüket az ott élők. A rendelkezés 16 millió embert érint, vagyis az ország lakosainak 1/4-ét. A térségbe belépni is csak hasonló indokokkal lehet. Mindazoknak, akik gépkocsival vagy vonattal távozni kívánnak az úgynevezett rendkívüli korlátozás alá eső zónákból, a rendőrségen kell beszerezniük engedélyt. A rendőrség és a csendőrség mindenhol ellenőrizhet és kérheti a dokumentumot. A térség repülőterein is hasonló korlátozás van életben. Komolyan kell venni a helyzetet, otthon kell maradni és követni kell a kormány utasításait. Előbb-utóbb talán rendeződik ez a nagyon komoly helyzet, mondja egy férfi, aki maga is a karantén alatt lévő városban él. A vesztegzár alatti térségben az elkövetkező időszakban nem lesznek esküvők, temetések, a sporteseményeket zárt kapuk mögött tartják, lezárják a sípályákat, meghosszabbítják az oktatási szünetet, hétvégére bezárják a bevásárló központokat, zárva maradnak a fürdők, a mozik, a színházak és a kaszinók is. Velencében megtiltották, hogy a tengerjáró hajókról leszálljanak a turisták. Rómában nincsenek korlátozások, ennek ellenére teljesen elnéptelenedett a Fiumicinói repülőtér. Nem csak a számtalan járattörlés miatt van kevesebb utas, az emberek maguk is elhalasztják az utazásaikat. Csak néhány turista lézeng, ők is minél előbb el akarják hagyni Olaszországot. Eközben az ország északi részét érintő vesztegzár bejelentését követően ezrek indultak meg Olaszország déli felébe. Puglia tartomány elnöke azonnali megállásra szólította fel az útrakelőket. Csatlakozott hozzá az ugyancsak dél-olaszországi Campania, Szicília, Szardínia kormányzója is. Lombardia tartomány munkaerőpiacán ugyanis több mint 40%-ban dél-olaszok dolgoznak, és rengeteg dél-olasz diák is tanul az ország északi részén. Most a korlátozások hírére, aki csak tehette, hazaindult. Nápolyba már sokan meg is érkeztek. Ott a hatóságok a buszpályaudvarokon és a vasútállomásokon testhőmérsékletet mérnek, hogy kiszűrjék a megbetegedett utasokat. Több olaszországi börtönben lázadás robbant ki vasárnap a látogatások felfüggesztése miatt. Modenában egy rab meghalt, Páviában a fogvatartottak börtönőröket ejtettek túszul. Európában, Olaszországban alakult ki a legsúlyosabb helyzet a koronavírus fertőzés miatt. Az országban több mint 2 millió román állampolgárságú munkavállaló él. A bukaresti operatív törzs ezért elővigyázatosságból hétfő déltől leállította a légiközlekedést Románia és Olaszország között. Erdélyben Maroskeresztúron azonosították vasárnap a 15. romániai koronavírus fertőzöttet.